Persze, Ilona moderálásával a hála a múltba néz, a szeretet a jövőbe tekint. Prohászka Ottokár püspök örökbecsű gondolatával invitálták meg a hívőket és a nem hívőket szombaton a Prohászka Karitas csoport szervezésében megvalósuló emlékestre a Prohászka templomba. Mi Karitas csoportunk már évek óta rendszeresen minden évben ősszel egy jótékonysági estet szervez, és az elmúlt évben gondoltunk arra, hogy ezt valahogy össze kéne kötni Prohászka Ottokára, mégpedig úgy, hogy a születés évfordulóját megelőző szombaton, akkor egy emlékestet szervezünk. Az esten fellépett az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Kamara együttese. Előadásukban Wolfgang Amadeus Mozart klasszikus zeneművei csendültek fel. Egy nagyon méltó művet választottunk, Mozart klarinét kvintettjét, amely egy nagyon gyönyörű mű, négy tételes, és Mozart egy barátjának, Anton Stadlernek, egy klarinétosnak írta, amit méltán szeret mindenki. És ugye vannak tételek, amik ismerősek lesznek, hiszen nagyon sok filmben, reklámban szerepelt már ez a zene, hallható volt. A méltósággal telített bensőséges hangulatú esten a Prohászka Ottokár püspökről készült írások és versek, időtálló gondolatok Nagy Judit előadó művész tolmácsolásában hangzottak el. Én egy Gárdonyi idézettel készültem, nem én választottam, hanem Perce Ilona választotta ezt a Gárdonyi idézetet, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, hiszen Gárdonyi ebben a 20. század apostolának nevezi Prohászka Ottokárt, és én nekem nagyon sokat jelent ez a templom, ez a környék, Prohászka személyisége, szellemisége, amit ránk hagyott, és az ő közösségfejlesztő tevékenysége. Az emlékesten az érdeklődőket egy kiállítás is várta, megtekinthették Simon Erika fotóriporter Szent László nyomában Erdélyben fotodokumentációját, amely a lovak király emlékét őrzi Párciumtól Székelyföldig.